mert a gyerekekben is megvan ez, ez az önszabályozás, mert hiába szaladunk utánuk kanállal sokszor, mert mondja, hogy jól vagyok le, akkor nem akarom már ezt az utolsó kanalat, és ez is mennyire fontos lenne, hogy ez a belső szabályozó mechanizmus az ott legyen, hogy tudjam, mikor vagyok jól lakott, tudom, hogy én nem akarom éheztetni magam, mert én szeretem magam, és szoktam mondani, és én úgy szeretem a hasamat, és hogy ezt nagyon ritkán hallok, ilyen típusú mondatokat. Van az az út, amikor már nem az a kérdés, hogy én hány kiló vagyok, hanem hogy egészségtudatos vagyok-e, és ez már egy sokkal inkább egy rendszer szemléletben látott dolog, hogy akkor megnézem, hogy milyen ételeket teszek, hogy kiegyensúlyozott legyen a táplálkozásom, hogy odafigyelek, vigyázok, mert hogy ezek is nagyon fontos dolgok, mert abban a percben, amikor azt mondom, hogy na kész, akkor most én mindent tehetek, és bármennyi vagyok, mert úgyis jó vagyok, ez ugyanúgy, mint akár a személyiségfejlődés során, hogy hát ha valaki nem szeret ilyennek, hát akkor ez van, mert én ilyen vagyok. Tehát ugyanúgy, ahogy a személyiségemet is fejlesztem, ugyanúgy a testemhez való viszonyt is. Jó estét kívánok! Ez itt a Pszichotrélek Podcast dr. Kádár Anna Máriával és velem. Szerbusz Anna, köszöntelek! Ja Petra, én is köszöntöm a nézőinket és hallgatóinkat. Júniust írunk. Június 3. hétfőjét, és a havi témánk az a test a lélek tükre, és ez nagyon találó, hiszen rengeteg tünetet produkál a testünk, ami a lelkünkből fakad, legalábbis onnan van a kiinduló pontja. A mai témánk az evészavarok, de tulajdonképpen itt egy kicsit az önelfogadásról, amit is látunk mi a tükörbe, akinek is kellünk, a miért probléma ez gyakorlatilag egészen onnantól kezdve 11-12 hány éves korunktól, hogy elkezdünk kamaszodni egész addig, amíg el nem fogadjuk magunkat, és ezt szándékosan mondtam így, mert ha ez megtörténik előbb, az szuper, de előbb-utóbb 50-60-70 évesen csak megtörténik, amikor már nem érdekel, hogy ki mit szól, mert én úgy vagyok boldog, ahogy vagyok, vagy sose leszek az, és soha nem leszek elégedett önmagammal. Hát az evészavarok azok talán valahonnan innen indulnak, gondolom én, de erről te fogsz ma minket felvilágosítani, hogy miért is van az, hogy súlyos problémái lehetnek az embernek ebből a belső lelki vívódásból, ahonnan ez elindul. Hát, hogyha onnan közelítjük meg, hogy valaki az önelfogadás, önszeretet kizárólagos kritériumává emeli fel azt, hogy ő hogyan néz ki, hogy milyen a testképe, hogy ő most ennyi kiló, vagy annyi kiló, vagy így mutat, vagy úgy mutat, akkor ez mindenképpen egy olyan tartós problémává válik, amit hát egy olyan egyenletti, amit nem lehet jól megoldani, hiszen ezt már a szépészeti beavatkozások is kimutatták, mm-hmm. hogy akárhány plasztikai műtétet, vagy korrekciós műtétet végzünk, az önbecsülés az nem fog megváltozni, bármilyen tökéletesek legyünk. Ugyanakkor a másik faktora, az pedig, amikor az evésről azt gondoljuk, hogy megoldja azokat a helyzeteket, amiket nem tudunk másképp megoldani, például akár konfliktuskezelés, probléma megoldás, nehéz érzéseknek az elfogadása, és éppen emiatt van ugye az, hogy ez nagyon sokszor ugye a gyerekkori helyzetekből indul ki, amikor ezt a jól lakottságot, ezt az érzést valahogy megtapasztaltuk azokban a helyzetekben is, amikor nem voltunk éhesek, és mondjuk az, aki vigyázott ránk, aki táplált, ezekre a helyzetekre is mindig ugye evéssel, vagy evéses helyzetekkel reagált. Tehát, hogy mit tudom én, a csecsemő az most unatkozott, vagy bármi, és akkor jön egy anyamell, vagy jön a cumis üveg, és akkor megtanulja a gyerek összekapcsolni azt, hogyha van valami baj, akkor az evés, ez most fogja csitítani ugye azt a nehéz élethelyzetet. És ezek összekapcsolódnak, akkor ez már jó táptalaja lesz az evészavarok kialakulásának. Hát igen, mert hogyha evészavarról beszélünk, akkor mindenkinek ugye ez az éheztetés, anorexia, bulémia és hasonlók jutnak eszébe, holott gyakorlatilag ez pont, hogy a másik oldala is lehet, hogy valaki meg túl eszi magát, vagy minden fájdalmát, vagy unalmát, vagy szorongását mondjuk az evésbe folytja. Tehát, hogy érdekes, hogyha például leülünk egy 10 fős társaságba beszélgetni, és megkérdezünk egyesében mindenkit, hogy te, amikor stresszes vagy, akkor éhezteted magad, tehát mert elfelejtesz enni, vagy gyomorgörcsöd van és nem eszel,
Vagy egyfolytában eszel? Ha szomorú vagy, ha dráma van, ha tragédia van, ha bármi van, akkor eszel, vagy nem eszel? Tehát, hogy ez mindenki másképp dolgozza fel, de hogy az étellel érdekes módon mindig összefügg. Tehát például nem tudom én azt elképzelni, hogyha valami nagyon nagy gond vagy baj van az életemben, hogy akkor én olyan jól lakottan leüljek és tudjak enni, vagy még kötelezően sem tudom azt a három falatot lenyomni a torkomon, mert egyszerűen nem megy. Vagy ha egy általános szorongás van bennem, akkor egy általános gyomorgörcsé válik, és nem tudok enni. De például van egy ilyen alattomos, elfáradt, elfásult, kiégett állapotom, amiben viszont túl eszem magam, mert hogy elütöm az időt, vagy olyan kedvetlen vagyok, akkor feldobom magam, jaj, ezt most így tálalom, úgy tálalom, és akkor ebből kialakul egy ilyen folytonos evés. Tehát, hogy érdekes, hogy az evéssel a hangulatunk valahogy mindig összefügg a legtöbb esetben. Meg akár a társas összejövetelek is, hiszen mindent evéssel ünnepelünk. Gondoljunk csak arra, ugye akár a keresztelő, születésnapok, karácsony, húsvét. Tehát, hogy ott kell legyen az evés, mint ritus, és hogy ezt egyáltalán hogyan éltük meg, mert az egy dolog, hogy eszünk, de milyen hangulat van az asztal körül. Mert vannak azok a fagyos, csendes pillanatok, amikor mindenki kanalazza a levest, és hogy eszel-eszel csak, hogy valahogy úgy megáll a torkodban ez az egész, vagy vannak azok a felszabadult, vidám helyzetek, amikor mondjuk tényleg önazonos tudsz lenni és ünnepelsz, hogy az evéshez milyen érzés társul, illetve hogyan éled meg te azt, hogy most az a táplálék, amit magadhoz vettél, az most akkor egyáltalán mi az? Mert lehet egy méreg, lehet egy fölösleges kalória, vagy lehet egy bűntudattal terhelt tányér, például, tehát hogy milyen a viszonyod az evéshez, meg az ételhez. Mert ugye még a 16. században is voltak ilyen éhező művészek, tehát hogy úgy tökélyre vitték ezt a fogyókúrát, vagy a bőtöt, vagy bármit, és akkor mint egy ilyen vásári mutatvány keretében akkor mutatták, hogy mert sokszor ugye azzal hozzák összefüggésbe, hogy mekkora akarat ereje van, hogy nem veszi magához ezt az ételt. Hát igen, még ezzel sem lenne semmi gond, mert gyakorlatilag aki küzd azzal, hogy állandóan le akar fogyni, annak hát ez is többek között, ha nincs egyéb nyilván orvosi magyarázata, ez is az egyik fő momentuma, hogy elég erős vagyok-e ahhoz, hogy egészségesen egyek, vagy hogy ne egyek szénhidrátot, vagy hogy többet mozogjak, mint amennyi kalóriát beviszek. Ugye? Tehát, hogy ezek mind azért fejben dőlnek el, mert nem muszáj az ember stresszes legyen ahhoz, hogy fogyjon, mert ezt el lehet érni egészséges módszerekkel is, tényleg az étkezésbe való odafigyeléssel, akár testmozgása. De hogy ezért mi az evés zavarok kifejezésnél sokkal súlyosabb problémákra próbáljuk ma felhívni a figyelmet, ami egyébként nagyon sok fiatalt érint. Mi az oka annak egyébként, hogy nem vagyunk elégedettek önmagunkkal? Ugye nagyon sokszor halljuk azt, hogy mert hogy a szánkba nyomják a 20 kilós nagyon szép topmodell nőket, hogy ez a tökéletes és ez az etalon, és ehhez képest akkor persze, hogy mi nem úgy nézünk ki, mert hiába rendeljük meg azt a szép drága sehem ruhát, hogyha az úgyse úgy fog állni, mint azon a modellen, aki ezt reklámozta. Az én képünkhöz azért hozzátartozik a testképünk, hogy hogyan is látjuk magunkat, hogyan látnak bennünket mások, mi az, amit visszajeleznek. Például akár egy gyerek esetében, hogy mi az, amit szépnek látnak benned. Tehát, hogy egyáltalán a testképeddel kapcsolatosan milyen megjegyzéseket kapsz például a családodból, a környezetedből. Az is nagyon érdekes, hogy ezek már prepubertás korban megjelennek, és most úgy, hogy ezek a korszakok mind lennebb és lennebb jöttek, most már akár harmadik, negyedik osztályban is ez a testszégyenítés, vagy akkor te most kövér vagy, vagy sovány vagy, vagy akkor neked most van hájabb, hasadom, vagy nincsen, tehát hogy azt látom akár ugye a negyedikes lányomnak a korosztályában, hogy ez egy létező, reális kérdéskör, amivel ők foglalkoznak. És akkor ugye kihez, vagy mihez viszonyítom magam? Milyen a szülőnek ugye a viszonya egyáltalán a saját testéhez, és a saját ugye az étkezéssel kapcsolatos érzéseihez, mert ugye, hogyha ezt a rendszer szemléletben nézzük, akkor mindennek hatása van arra, hogy te egyáltalán hogyan gondolkozol erről a kérdésre. És most, hogy elkezdem ezeket magyarázni, nagyon érdekes, hogy nemrég voltunk Párizsban, és
volt egy ilyen hatalmas plakát egy modellel. És Zsolnika, aki nagyon szereti a hasát, az én kicsi lányom, és úgy, tehát róla ételreklámokat lehetett volna forgatni, mert ő nagyon-nagyon szereten, és vigyáz is arra, hogy jól legyen lakva, azt mondja, jaj, milyen szerencse, hogy én alacsony vagyok, és nem kell modell legyek, mert a modellek csak lucskos káposztát ehetnek, tehát valahogy összekötött ezt a salátával, vagy a nem tudom mivel, és az a felszabadító érzés, hogy ő nem akar semmi ilyen fogyasztó, meg nem tudom milyen módszereket, ő jól akar lenni a testében, és elgondolkodtam ezen a mondaton, hogy ez mennyire fontos, ugye ez az egészséges hozzáállás, hogy én szeretek enni, akarok enni, jó, mert a gyerekekben is megvan ez az önszabályozás, mert hiába szaladunk utánuk kanállal sokszor, mert mondja, hogy jól vagyok lakva, nem akarom már ezt az utolsó kanalat, és ez is mennyire fontos lenne, hogy ez a belső szabályozó mechanizmus az ott legyen, hogy tudjam, mikor vagyok jól lakod, tudom, hogy én nem akarom éheztetni magam, mert én szeretem magam, és szoktam mondani, és én úgy szeretem a hasamat, és hogy ezt nagyon ritkán hallok ilyen típusú mondatokat, hogy... Az én lányom is ilyen. Hogy ő is ilyen kis gurmand? Gurmand. Azt szoktuk mondani, könnyebb öltöztetni, mint etetni, és ő csak egy nap egyszer eszik reggeltől estig. Igen, de jó, persze itt most már aztán beszéltünk a nassulásról, meg mindenféle dolgokról, de hogy ez az első attitűd, hogy az étel az egy jó dolog, hogy én leülök és szeretek enni, és nincs bűntudatom azért, mert ettem. Igen, de például én a lányom esetében egyébként meg sokszor elgondolkoztam azon, hogy de vajon fel akarja magára hívni a figyelmet? Mert nem létezik, hogy még el sem raktam az ebédből a tányérokat, ő már azt mondja, hogy éhes. Tehát, hogy nem létezik, hogy kétszer vacsorázzunk, és nyilván a lányom nem... Tehát nem azt mondom, hogy nem eszik, de hogy ő nem édességet édességgel eszik, őt rendesen eszik reggelit, ebédet, vacsorát, a kettő között gyümölcsöt, zöldséget, amit kell. Tehát, hogyha ő a répát látja meg, ahogy pucolom, akkor ő két répát eszik, de ő ezt valamit kell egyen, tehát, hogy muszáj egyen. És akkor persze, hogy az ember elgondolkozik azon, hogy akkor vajon nem akarja felhívni magára ezzel a figyelmet, mert akkor, ugye, akkor az ember oda kell figyeljen, akkor ételt kell adjon, akkor elő kell vegye, akkor nem tudom. De egy közben nyilván látom, hogy én figyelek rá, tehát hogy nem az van, hogy én most terültékből a villámcsapás, megijedtem, hogy ő nem kap elég figyelmet, csak hogy maga az evészavar mikor kezdődik. Amikor már betölti az egész napos programot, az ezzel a kérdéssel való foglalkozás, hogy már semmi nincs, csak az, hogy akkor igen, mit eszek, vagy mit nem eszek, vagy ezt most megettem, és akkor ezt most ki kell hányjam, vagy akkor most mikor fogok enni, vagy vajon hogy lehet elkerülni azokat a helyzeteket, amikor evés lehet, és hogy ugye tehát hogy hogyan látom magam tényleg a tükörben, mert hogy nagyon meghökkentő azt látni, hogy ott van egy anorexiás lány, aki mondjuk 37 kiló, és azt mondja, hogy kövér vagyok. Tehát, hogy teljesen eltorzul ez a testkép, hogy amilyen vagyok, és amilyennek én látom magam, és hiába jelez vissza a környezet, mert ezt egyszerűen nem fogadom el. Meg ez a bűntudat, ugye, a folyamatos bűntudat, ami az evéshez kötődik. De Anna, szerintem nagyon ritka, aki ezt elfogadja. Sőt, én azt látom, hogyha például valaki küzdött a kilókkal, amivel gyakorlatilag én személy szerint egyetértek, tehát hogyha valaki ezt mondja, hogy van 3 kiló, amit le akarok adni, és ő elkezd sportolni, vagy változtat egy kicsit az étrendjét, és ő megszabadul, és ettől boldogabb lesz, ez szuper. De az a baj, hogy nem lesz boldogabb, és nálam mindig itt van a felkiáltójel, hogy millió egy olyan esetet láttam, amikor elérte azt a addig emlegetett, várva várt súlyt, azt a 3-4, mert csak 5 kilóval vagyok több. Én aztán, ha annyit leadok, akkor tök boldog leszek. Én nem akarok vékonyabb lenni, csak azt vissza akarom kapni, ami szülés előtt voltam, vagy ami, nem tudom, vannak ezek a mondatok, és akkor nagy nehezen sikerül, és megyünk tovább. Mert még mindig innen is, még mindig onnan is. Tehát, hogy onnan nem látom azt, hogy megtörténik az elégedettség, hogy akkor elértem ezt a célt, visszakaptam a szülési előtti súlyamat, de jó, sportolok, jobban érzem magam, beleférek azokba, nem tudom, ruhákba, amiket 5 éve hordtam, hanem még. És ez valahol nem tudom, hol köt ki. Igen, ez is egy ilyen skálaként láthatjuk, hogy
aminek vannak ilyen fokozatai, hogy igen, vannak olyan pillanatok, amikor azt mondom, hogy jó, szeretnék akármilyen okból kifolyólag lefogyni, de hogyha ez már ugye az életemnek az ilyen központi kérdése lesz, hogy mindig csak oda térek vissza, hogy na akkor leszek boldogabb és elégedettebbek, stb. Ez már nagyon nagy probléma, mert hogy a boldogságot ugye azzal azonosítom, hogy én most hány kiló vagyok. De hogy itt konkrétan vissza akartam egy picit csatolni az első mondatra, az önelfogadásra, hogy végülis nem azzal a 3 kilóval volt a gond. Mert hogy miután az a 3 kiló megszűnt, még mindig nem vagyok elégedett önmagammal, tehát hogy... Igen, és van is az a nagyon jó kis mondás, ami nekem nagyon tetszik, hogy mi van, hogyha azzal a 10 kilóval pont a legjobb dolgok mennek ki belőlem. A szeretetem, az elfogadásom, és a legjobb én részemet veszítem el. Szuper. Mert abban a percben, hogyha én valamit ilyen nagyon egysikúan azonosítok, hogy akkor boldog leszek. Ez például... Nem is tudom, hogy melyik színész mondta, hogy ugyanez van a vágyakkal is amúgy, hogy add meg neki, tehát hogy szeretné, hogyha minden ember megkapna mindent, amire vágyott, és hogyha megélhetné abban a helyzetben, hogy nem attól lesz boldog, hogy ezeket mind megkapta. Tehát, hogy azon, ez egy nagyon vékony határ ebben az egészben, és nagyon torz utakhoz vezet, amikor így kizárólagosan azonosítjuk, hogy az az 5 kiló, az az álomutazás, az a nem tudom milyen plastikai műtét, az a nem tudom milyen frizura, mert hogy önmagában, mert ez mind külsőség. Tehát ő az, hogy én hogyan, és akár hogyha vesszük a korokat, és megnézzük a... mit tudom én, azt a Vénusz szobrot, ugye, hogy milyen volt annak idején a szépségideál, akkor ez mindig kontextus függő, hogy akkor most abban akkorban mit láttak szépnek, vagy mi volt elfogadott. És hogyha, persze vannak alkati kérdések is, mert valaki megfeszülhet, mert úgy se lesz olyan persze. Alkat, tehát hogyha van egyszer egy ilyen nagyon vékony ilyen manöken alkat, hogy bármennyit eszik, így is úgy néz ki, és hogyha van valaki alacsonyabb, és mondjuk alma vagy körte alkata van, akármennyit fog dolgozni magán, mert soha nem lesz olyan, mint a másik. És hogyha ebben a folyamatos hasonlítgatásban, még megfelelésben ezért nagyon nagy a szerepe, akár a különböző divatcégeknek, hogy milyen manökereket vonultatnak fel, vagy most már ugye persze vannak plusz size modellek is, de az megint a másik véglet, hogy akkor azt ünnepeljük, hogy akár az egészségtelen testkép is ugyanúgy elfogadott. Tehát valahogy a két véglet között van az az út, amikor már nem az a kérdés, hogy én hány kiló vagyok, hanem hogy egészségtudatos vagyok-e, és ez már egy sokkal inkább egy rendszer szemléletben látott dolog, hogy akkor megnézem, hogy milyen ételeket eszek, hogy kiegyensúlyozott legyen a táplálkozásom, hogy odafigyelek, vigyázok, mert hogy ezek is nagyon fontos dolgok, mert abban a percben, amikor azt mondom, hogy na kész, akkor most én mindent ehetek, és bármennyi vagyok, mert úgyis jó vagyok, ez ugyanúgy, mint akár a személyiségfejlődés során, hogy hát ha valaki nem szeret ilyennek, hát akkor ez van, mert én ilyen vagyok. Tehát ugyanúgy, ahogy a személyiségemet is fejlesztem, ugyanúgy a testemhez való viszonyt is, ami azt jelenti, akár sportolók, vagy odafigyelek a testem jelzéseire, és érzem azt, hogy nekem mikor elég, mert azért a gyomrom, meg az egész kontextus azt mutatja, hogy elég, de hogy ebből a szempontból, hogyha valaki elmegy egyszer egy all-inclusive nyaralásra, akkor ott nem tudom. Tehát, hogy nekem egy idő után elmegy a kedvem mindentől. Tehát egyszerűen nem tudok ételt magamhoz venni, mikor azt látom, hogy az emberek átesnek a ló másik oldalára, és olyan, mint hogyha az éhezők viadalában lennénk, hogy akkor ki tud többet megenni, mert ugye kifizette a pénzt, és akkor neki az kijár, és ez a habzsolás, meg amikor már az étel az asztal alatt van, és amikor már elvesztődik az egésznek a lényege. Tehát, hogy szerintem, lehet, hogy nem lehet bekategorizálni evészavar kategóriába, de már az is egy egészségtelen minta, amit én a gyerekemnek mutatok, hogy akkor itt most habzsolni kell is zabálni, mert ez nekünk kijár. És amikor mondjuk fölöslegesen pazarolunk el dolgokat, és akkor többet teszünk ki a tányérunkra, mint amennyit megeszünk. Tehát, hogy ez a másik véglet szerintem. Mondjuk érdekes, hogy ezekben az all-inclusive ellátásos történetekben nagyon sokat túlsúlyos is pont ebből kifejezőleg. Legalábbis én ezt tapasztaltam, hogy ugyancsak így jártunk 3-4 nap után, egyszerűen azt láttuk, hogy ez hihetetlen, hogy a mi lányunk egy
egy gofrit eszik reggelire, mások meg 15 tányérba hozzák ugyan csak a reggelit, és hát az a gyerek úgyse fogja minden 15 tányért megenni, akkor minek? És mi akárhogy győzködtük, hogy de még legalább egy főtt tojást, léci, léci. És ez már a környezettudatosság is, meg ez a pazarlás, ami szerintem sokunkat zavar, hogy, és hogy hát ez pont már ebből nem kifejezőleg az egészséges. ember úgy körbenéz, és hát azt látja, hogy de hát nincs egy kisgyerek, aki ne plusz kilókkal, és itt nem arról beszélünk, hogy kicsit van pocakja, vagy pokosabb, vagy nem tudom, hanem amikor tényleg látod, hogy túlsúlyosak a gyerekek. Tehát, hogy egy... Szóval számomra ez azért sokat elárul, hogy vajon mit akarunk pótolni az étellel. Vajon mi az a jól létünk bizonyítéka? Vagy például mit vonunk meg magunktól, amikor éheztetjük magunkat? Mert még egyszer mondom, hogy azért itt nem szabad elfelejtenünk azokat a fiatalokat, és én azért most egy icipicit még visszatérnék erre, hogy vajon hol rontódik ez el, hol megy tönkre ez a normális kép, amikor egy fiatal például lelkiismeret furdalása van, hogy eszik, és hánytatni kezdi magát, vagy éheztetni. A családterápiás szempontból ez ugye mindig a rendszernek a problémája, hogy nem csak a fiatal, hanem az egész családi rendszer, Persze. amiben egy diszfunkcionális működésmód van valami miatt, és hogy ez az egész ételhez való viszony, ez olyan, mint a jéghegynek a csúcsa, hogy abban nyilvánul meg az a probléma halmaz, amivel a család küzd, és ez nagyon sok minden lehet, hogy... egyszerűen az az érzelmi légkör, amiben benne vannak, a határok, amiket lehúznak, a szerepkörök, tehát, hogy valahogy nem úgy működnek, ahogy kellene működjenek, és nagyon gyakran pont az a fiatal mutatja meg, hogy itt valami nem oké, hogy ezen kellene változtatni, és hogy nagyon sokszor igenis eljutnak ezek a családok családterápiára, és igenis valamikor képesek szembenézni ezzel a problémával, és nem a gyereket akarják megjavítani, és nem az étkezési szokásait és a dietetikussal akarnak csak tárgyalni, mert azzal is kell, hogy meglátják, hogy a rendszerben van az a probléma, amivel, hogyha szembenéznek, akkor nagyon sok minden jó irányban fog megváltozni, de persze nem egyik perszül a másikra, mert hogy sokan akár meg is ijedhetnek, hogy na hát így mi nem tudunk működni. Ez igen, de amikor látod, hogy a gyermeked milyen irányba halad, és hogy ennek milyen rossz vége lehet, akkor azért szerintem ez megint az a fajta felkiáltó jel, amit így ebben a hónapban sokszor feltettünk, hogy amikor a tested jelez, hogy elég volt, vagy a gyereked teste jelez, hogy valamiből elég volt, akkor ha tetszik, hanem meg kell állni, mert még súlyosabb következményei lehetnek. És hát azért nem egy és nem kettő ilyen rémtörténetet hallottunk, és azért nagyon nehéz, amikor már 20 kilóból és egy csontvázból kell visszahozni a lányodat, meg a boldogságát. Ilyen esetben egyébként a lányok miért veszélyeztetettebbek, mint a fiúk? Hát ugye a fiúknál ez az inverz anorexia jelenik meg, ez amikor nem látják magukat elég izmosnak, és akkor mit tudom, elkezdenek nagyon gyakran konditerembe járni, és akkor túl edzik magukat ahhoz, hogy a testük ugye minél látványosabb, meg impozánsabb legyen. De ugye a lányokra sokkal inkább hatással van ez a, hát az a kép, ami a divatvilágból, vagy akár a játékokon keresztül is oda köszön, mert hát ugye nézzük meg csak a Barbie babáknak a változását, vagy az összes a Monster High babáktól kezdve, hogy olyan testkép nincs is, amiket ugye tükröznek. És hogy mennyire fontos lenne az, hogy akár a környezetükben, akár a szülőnek a viszonyában, akár mit tudom én, a színészek, vagy akik ilyen nagyon erős reflektorfényben vannak, hogy,
hogy hogyan is viszonyulnak a saját testükhöz, meg hogy, hogy ezen keresztül van egy skála, amin belül nem csak egy dolog lehet normális. Például a Dávnak volt egy olyan kampánya, ahol a különböző testképű... Nem csak egy kampánya volt, hanem mert több. A Dávnak például a legtöbb kampánya és reklámja arról szól, hogy bármilyen lehet a bőröd színe, bármilyen lehet az alakod, és bármilyen lehet az arcod, és lehet szeplős, és lehet bármilyen. Tehát, igen, hogy akkor is izzadsz, ha 20 kiló vagy, és igen. Akkor is, meg, hogy ez, van. Tehát, hogy van egy skála, amin rendben lehetünk. És ebből a szempontból, ugye az nagyon fontos, hogy szerintem az anya-lánya viszonyban, hogy ez egyáltalán hogy jelenik meg, mert például azt is kimutatták, hogy a túlsúlyos szülőknek a gyerekei jóval hajlamosabbak a túlsúlyra, és ugye a normális testalkatok, vagy ügyelnek, ugye persze itt most nem, azt nagyon ki kell hangsúlyozni, hogy itt nem a hormonális problémák, mert azért nagyon sokan ugye pont azzal kínodnak, hogy nem esznek, és mégis híznak, mert hogy hormon problémák és konkrét testi tünetek. Itt most azt a részt, ami az étellel kapcsolatos hízáshoz kötődik, mert nagyon sok gyerek is akár hormonális problémák miatt hízik meg. Ezért nem szabad ítélkezni soha. Vagy bármiféle problémák. Tehát, hogy az anyagcsere, meg a metabolizmus az nem olyan, mint a többi gyereké. És hogy ezért nem jó ugye egyből rásütni a bélyeget, hogy ő ilyes biztos az ime eszik meg, stb. Na csak én nem tudom, hova akartam kiukadni. Hát, ja, igen, tudom, az anya-lánya viszonyban, hogy ott, ahol ugye normál testtarkatúak a szülők, ott csak 7% a valószínűsége, hogy túlsúlyos lesz a gyerek. Mert hogy egészséges az ételhez való viszony, meg hogyha a betűket felcserélik, az élethez való viszony. A családi hangulattól kezdve a szerepek, a határok, ez az átjárhatóság, ugye, hogy kit engedünk meg, kit nem, mert vannak ezek az összemosott családok, ahol sok minden ugye nem a megfelelő családstruktúra szerint alapul, tehát hogy ez multikauzális, és hogy mindenképpen érdemes ránézni erre az egész kérdéskörre több szemszögből. Igen, most nyilván egyébként lehet akármilyen tökéletes egy család, hogyha mondjuk mindenki gyors ételeken él, meg lehet akármennyire rossz egy család, hogyha ott főtt ételeket kap, vagy valaki, aki nagyon odafigyel, és nagyon bio, és nagyon zöldség, és nagyon mindenmentes. Tehát, hogy ezek is most már a világban annyira szerteágazóak, hogy ki mit teszik egyáltalán, mit visz be a testébe. Na, de érdekes ez a szülő-gyerek viszony különben, hogy ezért milyen példát mutatunk. Tehát, hogyha te nőként a gyerekeid előtt egyfajtában azt mondod, hogy én kövér vagyok, én csúnya vagyok, ja Istenem, megint le kell fogyjak, ja Istenem, fogyok, uráznom kell, jaj, hogy nézek ki, jaj, megint nem jön fel a nadrágom, és a gyerek egész gyerekkorában ezt hallja, vagy akár megfordítom, amikor egy szülő, gondolom én, de ezt te megmondhatod, megcáfolhatod, ha nem így van, nem ismeri el a gyermeket, vagy hogy is mondjam, nem kritizálja, vagy nem dicséri, mert én ezt is észrevettem a lányom, hogy mindig meg kell kérdezni, hogy de anya, szép aljam kibontva, de apa, szép vagyok, de jól áll ez a szoknya, ugye? Tehát ez a visszajelzés, hogy te szülőként igenis azt tud mondani, vagy legalábbis én mindig azt szoktam neki mondani, hogy nekem úgy vagy tökéletes, ahogy vagy. És most egyik este ezt mondtam neki, hogyha engem 10 éve megkértek volna, hogy rajzoljam le, hogy milyen legyen a lányom, az álmaim, lányaim, pont így rajzoltalak volna le, mert hát tényleg néha rácsodálkozom, milyen gyönyörű, hát nekem a leggyönyörűbb nyilván. De nem minden szülő hát, ilyen. Igen, én ismertem olyat, aki nem ilyen volt, és tényleg a lány nagyon önbizalomhiányos volt, problémája is voltak, mert nem hogy nem kapta meg a visszajelzést, hanem állandóan, de ne így csinál, de nem úgy, de nem jó így a hajad, de nem jó úgy. Igen, ez amiről beszélsz, ez pont ez a feltétel nélküli elfogadás, hogy... Igen. Úgy szeretlek, ahogy vagy, annyi kilóval, ahogy vagy, hiszen a túlsúlyos gyereket is mégiscsak szereti a szülő, meg elfogadja valamilyen módon, persze aggódik érte, meg stb. Tehát, hogy ez az elfogadás, ami nem attól függ, hogy most akkor neked tökéletes a frizurád, vagy elég magas vagy-e, vagy a kilók jól oszlanak el rajtad, hanem egyszerűen mert szeretlek, és pont. És persze ott kell legyen a feltételes elfogadás is, ami ugye az apa részéről jön, hogy azért néha
mindenkit ki kell rugdosni a komfortzónájából, meg kell legyenek teljesítmény elvárások, meg az igényszint az mindig a pillanatnyi lehetőségek fölött kell legyen, és hogy az a kettő jól kombinálódik, akkor tényleg a gyerek megéli azt, hogy szeretve van, elfogadva van, de hogy a saját érdekében fontos, hogy fejlődjön, hogy vigyázzon magára, figyeljen oda. És ez az egészségtudatosság, ez nagyon-nagyon fontos. Nem azért, hogy valakinek tetszek, hanem önmagamért. Tehát ez önmagamért teszek meg elsősorban, nem azért, hogy a címlapokon legyek, és hogy minél tökéletesebbé váljak. Jó, nézzük meg, hogy milyen könyvet hoztál. Témának az egyik szakértője Lukács Liza, és az éhes léleknek a gyógyítása, ez a könyvének a címe. Túlsúly, evészavarok és kapcsolati problémák. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jó. Három egyben van. Igen, könyv. Neki nagyon sok előadása van a témában, rengeteget kutatta sok szempontból, és az, akit érdekel ez a téma, az annak mindenképpen egy jó olvasmány. Jöjjön a filmajánlónk. A filmajánlóként szerintem egyszerre jutott eszünkbe a Fekete Hattyú című film, amit hát én már nagyon rég láttam, igen. De hogy emlékszem az érzelmi hatására, emlékszem arra a pillanatra, hogy a lány nézegeti magát a tükörben, ahogy méricskéli a kritikus anyára, akinek soha semmi nem elég jó, a lábára, amit beteker, a sérüléseire, a külső-belső sérülésekre. Hát ugye egy balettművész lány, aki a fehér meg a fekete hattyút is el kell játsza, és ez nagyon szép szimbóluma annak, hogy mennyire fontos ezt az árnyék személyiségünket is integrálni ehhez az elfogadáshoz, és hogy mennyire meg lehet rekedni ebben az egész történetben. Hát igen, az biztos, hogy szerintem, aki ezt a filmet látta, annak nagyfia felkiáltója volt egészen, tehát az önelfogadás, meg hát a szülői mi volt egy gyerek életében, meg a kapcsolat, hogy hol veszíti el aztán útközben a fonalat. Minden esetre ez egy jó elriasztó példa, és hát valóban egyébként le a kalappal a filmkészítők előtt, mert szerintem ez mindenkinek egy ilyen klasszikussá vált, és a legtöbben ismerik. Aki viszont még nem látta, mert biztos van olyan is, az mindenképpen nézze meg, de úgy nézze meg, hogy készüljön fel, hogy utána azért jó sok gondolat, érzés fogja hatalmába keríteni. Na, köszönöm szépen, Anna, hogy itt voltál velem. Én mindenkinek azt ajánlom, hogy jó ízűen legyen, amit teszik, legyen boldog közben, örüljön neki, se túl sokat, se túl keveset, és mindenképpen figyeljünk oda egymásra és a gyerekeinkre, mert azért ezt észre lehet venni, hogyha valaki evészavarral küzd bármilyen szempontból is. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, jövő héten találkozunk, júniusban utoljára pánikbetegségekkel jövünk. Vidám Beáta lesz a meglepetés vendégünk, aki saját tapasztalatairól fog beszélni, ami nagy szó, hiszen felmeri vállalni, hogy ő ezzel a betegséggel küzd, és elmeri mondani önöknek majd, hogy ezt hogy tudja kezelni, és hogy jött rá, és hogy merte felvállalni önmaga, illetve a környezete számára. Nagyon fontos, hogy ezekkel a problémákkal, amikkel küzdünk, legyen ez bármilyen mentális betegség, felmerjük vállalni önmagunknak, a környezetünknek, és segítséget merjünk kérni. Tehát jövő héten hétfőn, este 9 órakor találkozunk, addig is iratkozzanak fel az Erdély TV YouTube csatornájára, és műsoraink persze elérhetőek a Spotify-on is. Köszönöm szépen a figyelmüket!